Templom felújítás során a tető hajlászöge is megváltozott. Az eredeti középkori magasabb tető került megépítésre, nagyobb hajlászöggel, és így az épület is egy kicsit magasabb lett, illetve visszaállításra került az a torony, amelyik nem kőből épült, hanem fából, fa gerenda szerkezetből, és alkalmas volt arra, hogy a harangnak helyet adjon. Agnell Géza plébános mutatta be, milyen változásokat hajtottak végre a Csánigi templomon a külső felújítás során. Pályázati támogatásnak köszönhetően került sor az épület külső rendbetételére, amelynek során az egyes építészeti korok emlékei is előkerültek. Felújítás megkezdése előtt hívta fel a figyelmet Fejsz György, szombathelyi levéltáros. Itt látva a templom akkori kőporos vakolatán a repedést, mondja, hogy biztosan itt lesz a déli kapu. És amikor a vakolat levelésre került, akkor valóban feltárult, hogy itt volt a templomnak a déli bejárata, mint ahogy ebben az időben a déli kapu elengedhetetlen építészeti eleme ezeknek a templomoknak. A vakolat leveléskor került elő ez a gótikus ablak, amelyet másodlagosan építettek be a templomba. Valószínűleg a beépítésekor sem volt már épp, mert téglával egészítették ki. Sokat segített az önkormányzat és a hívek is, így belső munkák is zajlanak. A felújított templom nem csak a falu lakóinak okoz örömet, hanem az erre járó turistáknak is. A település része a Szombathelyt Pannonhalmával összekötő kerékpáros útvonalnak. Két helyen kijelzésre kerülnek majd térképek, amelyek nyilván visszhatlanok, és reméljük, hogy jó ideig próba szolgálni fogja a településre érkezőknek az útbaigazítását, irányítását a tábláinkon kívül, amelyek úgy gondolom azért eléggé megfelelőek, de így már áttekinthetőbb lesz ez a településnek a ismertetése. A Csánigi templom ünnepélyes szentelése augusztus 9-én lesz.